Volt, amit egy könyvbemutatónál elmesélte azt a történetet, hogy a fiataloknak, a gyerekeknek kell, hogy legyen a fejükön egy sapka is, tehát kell, hogy legyen egy kivezető út ahhoz, hogy igazán motiváltak legyenek. Itt most egy ilyen siker, az még szebbé teszi a sapkát? Hát igen, de tegnap leütötték a fejünkről azt a sapkát, mert kaptunk egy kettőt itthon, kint hármat, tehát... Mikor ma köszöntek itt a játékosok nekem, hogy jó napot, mondtam nekik, hogy milyen jó napot. Hát csupa rossz napunk van. Tehát egy ötössel vert meg bennünket egy észt, bocsánat, egy lett csapat. Szóval azért ez a sapka, ami most van, az nem az a sapka, mint amire szükségük van. Több kell a felnőttektől. Utolsó kérdés, ki lesz ezek között a játékosok között az, aki majd a felnőtteknél is villoghat? Nem szabad elkapatni őket. Most volt itt néhány nagyon jó játékos, de azért, mert 3-1-eset rúgnak a labdában, még nem lettek világsztárok. De sok, van 4-5 fiatal, akiben benne van a lehetőség. És ha mi utánpótlás vezetők, meg edzők jól dolgozunk, akkor ki is tudjuk belőlük hozni. Lesz ebből, lehet ebből egy-két válogatott. Kleinherzlek, Sallaik jöhetnek ebből a csapatból.